Hogy ez fűtse a házat a jövőben, illetve a napkollektorok mellett. Hát először is gazdasági szempontja van. Negyed annyival olcsóbb a vele a fűtés, mint gázzal. Ugyanakkor van politikai szempontja is. Ha jól tudom, kis országunk az oroszoktól függ gázügyileg, és nem valószínű, hogy öt év múlva is kapunk tőlük gázt, így akkor igencsak hűs lesz télen. A harmadik szempont az inkább környezeti tudatosság. Van egy 20 hónapos lányom, és szeretném, hogyha majd neki is lenne gyermeke, és ahhoz viszont az kell, hogy a gázt és a kőolajt elfelejtsük. Értem. És melyik volt ugye első látásra, hallásra szimpatikusabb, a napkollektor, vagy a levegő kazán? Ezt nagyjából mindenkitől meg szoktam kérdezni, most akkor nálad is. Ez így a kombinációja együtt. Tehát így külön-külön is érnek valamit, de együtt az, ami igazán használható. Hogy folytak a munkálatok? Milyenek voltak a kollégák, akik itt dolgoztak? Mi a véleményed erről az egész csapatról? A csapat teljesen korrektül állt az egész munkavételhez, hozzám is, a családhoz is, és nem volt semmi olyan konfliktus, amit nem lehetett volna 3 másodperc alatt megbeszélni, hogy ezt a csapot hova tegyük, ezt a csövet hol vigyük el, ezt a kábel, ez rengeteggel mit csináljunk, tehát csak jó véleményem van, csak pozitív. Azt hiszem, tudom mindenkinek ajánlani ezt a csapatot, hogy ő velük csináltassa meg a levegőkazán projektet. Na hát ezt nagyon köszönjük. Másik kérdésem az, hogy eléggé keszekúsza volt lent a rendszer, tehát hogy nem abban a lépésben mentél tovább, hogy először mondjuk a házat rendbe teszed, mondjuk padlófűtést teszel, vagy ennek anyagi oka volt, vagy inkább fizikai, hogy lebeszéltek téged a padlófűtésről, a porolásról, vagy hogy ebbe az irányba haladtál, hogy a meglévő radiátoros rendszert tartottad első szem előtt, és akkor arra építettél egy fűtési rendszert. Hát elég nehéz utólagosan egy padlófűtést csinálni egy meglévő rendszerrel, mint anyagi szempontból, mint a munkálatok eléggé bonyolultak, szerintem akkor el is kellene költözni arra fél évre, amíg megcsinálják, és utána újraépíteni az egész belsejét. Másrészt, mint padlófűtés, én eleve allergiás vagyok mindenféle porra, macskára, meg hasonló szálló dolgokra, tehát nem biztos, hogy előnyös lett volna a számomra. Gyereket meg ne tegyük ki ennek, hogy majd ő is allergiás lesz. Tehát akkor ezt általában most már mindannyian tudják, hogy egy levegőkazán meg egyéb hőszivattyúknak bizonyos típusai, mint a tiéd is, az árammal működik. Így van. Ebben a házban aránylag gyengének mondható volt az elektromos hálózat, ezen itt bővíteni kellett. Így van. Mégis ez milyen határidőkkel, milyen bonyodalmakkal járt? Hát igen, ez egészen más tarifával működik, mint egy lakossági áram, ehhez geoáramot kell igényelni a helyi áramszolgáltatónál, itt az elműnél kellett. Igazándiból körülbelül 2 hét alatt lebonyolódott az egész. Először kijött az a villanyszerelő, akik az ő lajstromukban benne van, tehát csak egy kimondottan ő általuk ajánlott villanyszerelővel lehetett kiépíteni a teljesen zárt rendszert, ami csak ehhez a készülékhez megy. Hát utána kijöttek ők, leellenőrizték, és egy 3-4 napon belül be is kötötték, és azóta működik a rendszer. Itt javasolsz azoknak az embereknek, akik ez a nagy lépés előtt állnak, mint te is, hogy akkor itt majdnem 3 hétig dolgoztunk nálad, ezt mondjuk olyan 2-2,5 alatt lehet körülbelül megoldani, hogy az ember flottul működik, és mindent meg lehet szépen csinálni, hogy hogy álljon neki, melyik irányba mozduljon el, egyáltalán hőszivattyú, napkollektor, vagy mi erről a véleményed? Hát az első kérdés, amivel tisztába kell lennie, hogy mint minden befektetés előbb-utóbb megtérül, és lehet, hogy nem holnap, vagy nem holnap után, de a gyermeke, vagy a
annak a gyermekének biztos, hogy meg fog térülni. Nem mindig magára kell gondolni az embernek. Hát roppant egyszerű, a kétkedőknek tudom ajánlani, jöjjön el hozzám, menjen ki az Ágneshez, nézze meg, beszélgetünk, nagyon szívesen beszélgetek bárkivel, keresse fel az Andrást, akár e-mailen, akár személyesen, ő is nagyon flottul el fog mondani mindent, vagy beszéljen a csapattal. Szerintem ez magáért beszél. Oké. Okay. Valószínűleg szabadon fogunk, mivel hát tudod, hogy volt is itt kint az építés alatt is érdeklődő, és akkor jövünk hozzád majd legközelebb is egy csapattal. Sok szeretettel várok mindenkit.